tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Bencével, aki talajmikrobiológus, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 60. része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Köszöntöm állandó beszélgetőtársamat, Vince Miklóst, az MTA ELTE elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársát. Szia, Miki! Sziasztok! És sok szeretettel köszöntöm a Parallaxis univerzumban dr. Mátyás Bencét, aki néhány héttel ezelőtt az RTL Klub Cápák között című üzleti showjában a műsor eddigi történetének legnagyobb befektetési igényével érkezett a cápák elé. A kutató által képviselt vállalkozás ugyanis a Marsra kíván juttatni olyan növényeket és technológiát, amelynek közreműködésével idővel megteremthetők lennének a földi élet feltételei. A téma persze sokkal bonyolultabb és szertágazóbb, úgyhogy erről beszélgetünk a mai adásunkban Mátyás Bencével. Szervusz Bence, köszöntelek a műsorban. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Még mielőtt ráfordulnánk a cápák közöttre, aztán persze a Genesis One Eleven-re, kérlek néhány mondatban mesélj magadról. Fiatal kutató emberke vagyok. Eredeti végzettségem tehát agrokémia és talajtani szakértő vagyok. Hát több végzettségem van, a alapképzettségem az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, tehát kicsit a precíziós mezőgazdasági technológiákkal megismerkedtem a Debreceni Egyetemen. Mesterképzés az környezetgazdálkodás, és akkor a PhD-t azt párhuzamosan csináltam egy big data-sat. A másikat pedig talajmikrobiológiai témában, tehát már kimondottan a kutatásaink a talajba lévő gázcserék, a talajmikrobiológiai aktivitással, ez volt a témája, tehát ezzel foglalkoztam. Alapvetően egyébként kutatónak tartod magad, vagy inkább üzletembernek? Mert hogy azért ez nem teljesen egyértelmű. Próbálgatom a szárnyaimat, meg mint fejlesztő is ráadásul, tehát ugye az IT-s vonalról jött egy, eddig szoftverekkel foglalkoztunk, és most a hardware-es, szenzoros dologban is vannak olyan dolgok, amiket már mi fejlesztünk le. Igen, elég szerteágazó a dolog. Alapjában véve kutatónak tartom magam, üzletembernek meg tanulok, hogy mondjam, évek óta. Volt már pár cégem. Én szerintem az első magyar startuperek közé tartozok. Nekem tudom, hogy még nagyon az elején volt, amikor a Budapesti Vállalkozás Fejlesztési Közalapítvány szervezett ilyen innovációs vetélkedőket, én egy big data-s céggel indultam, és kijutottunk Izraelbe, Tel Avivba, a Digital Life Design Fesztiválra, onnan szintén sikerült egy grantet szerezni, és utána meg elmentünk Tallinnba részt venni egy igazi inkubációs programba. Tehát így a startup ökoszisztémába kicsit úgy belecsöppentem. Most már másról van szó, tehát KFT-n voltak, meg olyan, én éltem több országba, és mindig bele kellett tanulni és szokni az adott rendszerbe, tehát az adózási dolgokra gondolok, a tevékenységekre gondolok, hogy mit, milyen engedélyen lehet végezni, stb. A Magyarországon ugye most elég nagy kihagyás után, időkihagyás után, ugye most visszatértem, most bele kellett csöppenem ugye ebbe, és igazából amit tanítottam, mert én utána startup mentorként is foglalkoztam, most végül is a saját cégemmel valósítom meg, mármint azt a robbanásszerű dolgot, amit egy startuptól elvárnak egyébként. Tehát már vannak külföldön olyan versenyek, ahol már két évben régebbi cég nem is indulhat, vannak olyan pályázatok, stb. Tehát igen, elsősorban kutató vagyok a végzettségemnél fogva, másodszorban üzletember, akinek már van némi tapasztalata, nem annyi
tapasztalata, mint a kutatásban, de azért már egy pár évnyi cégvezetői tapasztalattal rendelkezek. Miért jelentkeztél az RTL üzleti show-jába? Figyelj, vannak olyan kutatásaink, ami ilyen nagyon áttörő dolgok. Mondok két példát. Az egyik az egy ilyen döntéstámogató rendszert fejlesztettünk, amit a NASA Jet Propulsion Laboratóriumnak a munkatársai annyira megtetszett nekik, hogy leközölték egy ilyen Willy-nek egyik külön számába, egy ilyen Q1-es folyóiratba. Tehát ott ilyen analitikai laboreszközöket választunk ki a különböző űrmissziók által megkövetett robotokba, roverekbe, penetrátorokba, bármilyen eszközbe, amit a NASA fejleszt. És ugye itt a tesztelési időszak az űrügynökségeknél nagyon hosszú, és mi ugye ezt próbáltuk lerövidíteni. Először is egy képletet, erre büszke vagyok, hogy ezt én dolgoztam ki. Arról volt szó, hogy két nagy analitikai családot, tehát egyrészt ugye a képanalízis alapúakat, másrészt pedig az elválasztás technológiai alapúakat, ugye nagyon nehezen lehet összehasonlítani, tehát olyan, mint egy tyúkot próbálnál egy nyúllal összehasonlítani, tehát annyira két külön család, mert más a mértékegység, máshogy működik. Például az elválasztás technológiáknál van ez a teoretikus tányérszám, és akkor ezt számoltam át végül is pixelbe. Át lehet pár lépcső alatt. És ugye ezt a képletet utána erre írtunk egy algoritmus, akkor rájöttünk, hogy ebben még több mindent bele lehet vinni. Tehát, hogy nem csak az, hogy mit tud az eszköz, hogy tud-e mondjuk antigravitációba vagy kevés gravitációba mérni, hanem tudod a vegyszerigényt, a vegyszernek a szavatosság idejét az űrmisszióhoz igazítva. Tehát mindenféle olyan paramétert is bevettünk, tudod, ahogy haladtunk a fejlesztéssel, hogy egy végén egy döntéstámogató rendszer lett belőle a képlet alapján. Ugye ezt le is közölték. Tehát, de érdekes módon nem érdekelt senki, tehát nem kaptunk olyan nagyon nagy megkeresést. Tehát mint szakmailag elismertek, de az üzlet attól még nem haladt, vagy az üzlet attól még nem ment. A növényglikanikai dolgokban a világ legjobb szakértőivel, tényleg Gutmann Andrással, Lövi Dániellel dolgozunk együtt. Ott is egy Q1-es folyóiratban közöltünk le olyan eredményeket, ahol először hozunk összefüggésben növényi szabad cukor struktúrákat különböző növényi betegségekkel és tápelem hiányokkal. Eddig ilyet csináltak emberben, növényben nem, nagyon költséges növényben, tehát nagyon nehéz volt megszerezni a grantet, hogy egyáltalán meg tudjuk próbálni. A műsorba azért jelentkeztem, mert a tudományos munkát, hogyha végzed, ugye grantekből tudsz haladgatni, ugye van egy grant, van egy következő. A vége az, hogy vagy csinálsz egy spin-offot, ugye a Debrecen Egyetemen van erre egy pár példa, főleg az orvosi karom, hogy létrejönnek úgymond medcenterek, aminek még van egyetemi kötődése, de végül is mint jogi entitás különálló dolog. Azért jelentkeztem a műsorba, mert a mi szakterületünkön csak a tudományos előrelépések kevesek voltak ahhoz a robbanásszerű fejlődéshez, vagy hogy mondjam, igen, talán fejlődéshez, ami egy startuptól elvárható, vagy amit elvárnak egy startuptól. De hát ugye, gondolom, jól értelmezem, ez ugye nyilván pénzkérdés, hiszen a cápák között is erről szól, befektetőket kell meggyőzni arról, hogy a te ötleted az... Tehát, hogy gyakorlatilag én azzal a koncepcióval érkeztem nem csak a cápák elé, hanem más befektetők elé is, hogy ez a misszió, ez a terv, ugye ennek vannak különböző lépcsőfokai, kell egyrészt ugye hardware-t fejlesztenünk kell, ugyanúgy a szoftverünket továbbfejleszteni, a szenzoroknak a jelátvételét. Egy csomó olyan dolgot kell biztosítani, ami növényglikanikai, ja, és a talajmikrobiológiai vizsgálatokra még nem is beszélve, ami szintén nagyon költséges, ahhoz, hogy ugye ezeket a dolgokat validálni tudjuk. Tehát gyakorlatilag annyit csinálok, hogy pénzt szerzek egyrészt a kutatásra, azzal megspékelve, hogy közben létrehozunk olyan akár entitásokat, vagy olyan divíziókat cégen belül, ami mint különálló egység is működik, és ugye fenntartja magát, mint egy rendszer, ami ugye szolgálja a mi kutatásainkat is, ami beépíthetőek a mi eszközeinkbe is, viszont ugye a piacképes termék önmagába. És a négy ilyen fázis közül az egyik ez a mikrochip elektroforézis, amivel a cápákhoz érkeztem. Azért választottam ezt a fázist, és mindenki meglepődött, hogy miért nem most kértem a pénzt, hogy miért egy másfél év múlva kérem.
hogy miért van erre szükség. És mondtam, hogy igen, mert abba a fázisban ugye arra van szükség. Tehát ez, mint üzletember mondtam, hogy tényleg akkor van arra szükség. Hogy mondjam, nagyon nehéz átlátni a rendszert, mert több lábon áll. Tudom, hogy a bulvár, mert minden így felkapta a témát, és sokan, tudod, vannak ilyen nagy főcílampok, hogy csaló, nem csaló, meg ilyenek ilyen nagyon durva dolgok, hanem vannak ilyen szavazások. A baj az, és ebben nagyon köszönöm az RTL.hu-nak, hogy írt egy olyan cikket, amiben annyira jól összegyűjtötték a tudományos kimeneteleinket, az eddigieket, meg a munkáinkat, ami tudod, rendesen meghivatkozom meg minden, hogy talán az összes ilyen akár rossz májú, vagy akár ilyen dolgot, ha az ember veszi a fáradtságot és elolvast akár csak egy ilyen gyűjteményt, akkor nem tudom, tehát úgy remélem, hogy ezt így nagyjából tudod, fel tudja mérni, hogy milyen munka van e mögött igazából. A műsort követően azért ugye sok helyen megjelentél, interjúkat adtál, és a pozitív visszajelzéseken túl azért megjelentek a szkeptikus hangok is. Mit szólsz mindenhez, hogyan kezeled ezeket a helyzeteket? Ezt is tanulom. Tehát ugyanúgy, hogy azt, hogy egy cégből hogy lehet mondjuk vállalatot csinálni, vagy egy nagyobb entitás, akár egy nem tudom, hogy kell vezetni, hogy kell médiába megszólalni. Balogh Petyától kaptam egy nagyon sok órás anyagot, annak kezdtem most neki, hogy kell tudományos hírt közölni, vagy megosztani. Nagyon fontos dolgok. Ezt is tanulni kell, amit most kérdezel, hogy a reakciókat hogy kezelni le. Mi az a reakció, amit érdemes lekezelni, mi az, amit nem. Mert valamikor egyszerűen meg kell ismernem és értenem, hogy működnek más rendszerek. Ugye egy kutatás és fejlesztési rendszer másképp működik. Egy média másképp működik. Őt nyilván főleg egy kereskedelmi csatorna, főleg egy nem tudom, minél többen olvassák el, minél többen nézik meg, minél többen, stb. A kommentek esetében nem tudom, hogy ez emiatt van-e így, vagy csak egyszerűen az emberi, hogy is mondjam, tulajdonság miatt, vagy az emberi jellem miatt, hogy ugye valaki így áll ehhez, vagy beállítottság. Igazából ez a hozzáállás, hogy közelítek meg egy témát. Tehát annyira megosztó maga a téma. Ha most csak az amerikai példát nézzük, ugye az Elon Musk sokkal drasztikusabb dolgokkal áll elő, tehát ne haragudj meg, nukleáris fegyverekkel felmelegíteni a Marsot. Aztán utána jött az, hogy 2050-re emberi kolóniákat telepíteni ki a dómokkal, tehát az építkezéssel együtt, meg minden, hogy már elkezdődjön ugye most. És hogy mondjam, NASA támogatást kap rá, ezért kap rá minden. Én ehhez képest, ugye mi pont egy óvatosabb dolgot, mint ugye mi tudósok is vagyunk, ő állítja magáról, hogy ő üzletember, ő jól szervezi a csapatát, a világ legjobb embereivel veszi körül magát. Ez nálunk is igaz. Tehát ha bárki utána néz a Gutmann András, a világszinten elismert klinikai kutató, a Lövi Dániel világszinten elismert energetikai szakértő, tehát pont aki az akkumulátorokat tervezi bele a rakétakapszulákba. A visszajelzéseket meg kell tanulnom kezelni. Én nem borulhatok ki, nem írhatok oda olyan hülyeségeket, amiket úgy felzaklatnak engem is, mint embert hirtelen is. Mondanak, hogy nézd már utána, azt benyomok egy linket, tudod? Tehát, hogy ez is egy olyasmi, tudod, hogy nagyon sok szerepbe kell lenni egyszerre, mint egy HR-es, egy PR-os is, vagy hogy mondjam, tehát, hogy érted, hogy van egy nagyon jó csapat egyébként, akit rengeteg mindent levesznek a vállamról, a ügyfelekkel való kommunikációba gondolok. Viszont a média az ugye mindenkinek új, tehát az egész csapatnak új. Úgyhogy tényleg fel kell, hogy vegyünk olyan külső szakembert, aki a médiáért, média kommunikációért segít nekünk, vagy szaktanácsot ad, mert ezt nekünk is tanulni kell. Ugye láttuk, hogy a cápák közül többen ajánlatot tettek, el lehet esetleg mondani erről valamit, hogy hol tart most a közös munka, vagy ez teljes egészében üzleti titok? Tisztelettel erre meg nem válaszolni, hogyha nem baj. Akkor térjünk rá magára az ötletre, amiről tulajdonképpen eddig folyt a beszélgetés. Kérlek, vázolt föl, hogy pontosan mivel álltál a cápák elé, illetve ettől függetlenül is mi az a projekt, ami szerinted megéri a befektetett pénzt és energiát. Röviden összefoglalva, arról van szó, hogy olyan növényszállító rakétakapszulákat fejlesztünk, ami egyrészt ugye a növényt és a földi talajmikróbákat, illetve az alacsonyabb eukariótákat életbe tartja az űrutazás során, illetve a Marson történő talajrétegbe jutás után is.
Tehát ez, hogy magyarra lefordítva, körülbelül úgy kell elképzelni, mint egy ilyen mini greenhouse, üvegház, ahol egy szenzorrendszerrel és mindenféle kütyűvel ellátva mi a növény állapotáról kapunk információkat. Ennek vannak olyan részei, ami üzletileg értelmezhető még a kilövés előtt is, például ugye a mikrocsip elektroforézis alapú eszközök, amivel a cápák elé is álltam, ez a földön is piacilag értelmezhető termék, dobozos termékként el lehet adni. Amellett, hogy ugye a mi kapszulánkban is szükség van rá, tehát hogy átgondoltuk ezt, hogy hogy lehet egy ekkora fajsúlyú, ilyen volumenű dolgot ugye részegységekre bontani, ami ugye a földön is hasznosítható, hiszen itt is kell, hogy ugye a piacon is megállja a helyét, hasznos is legyen, tehát a fenntarthatóság. Egyébként itt fenntarthatóság pártiak vagyunk abszolút, nem tudom, nagyon keveset beszélnek erről, de nekünk van egyébként egy fenntarthatósági folyóiratunk, amit már 2,5 éve szerkeztünk a Lövi Dániellel, nemzetközi szerkesztői csapattal, kizárólag fenntarthatósági témákat, tehát agrár, környezetgazdálkodás és energia, élelmiszerellátás. Olyan dolgok, amiket, és vannak olyan projektjeink is, side projektek, amik a űrtechnológiai fejlesztések során fejlődött eszközöket, eszközparkokat, szoftvereket a Földön is hasznosítják cégek, hasznosítják intézmények. Tehát röviden arra van szó, ugye, hogy beültetjük ezeket a nagy stressztűrő növényeket a rakétakapszulába egy optimális baktérium mixel a talajjal együtt, illetve ellátjuk szenzorokkal, eljutnak a Marsra. Jelenleg én szeretek néha jövő időben beszélni, mert jelenleg ugye olyan 6-9 hónap még eljutunk a Marsra, attól függ, hogy a két bolygó mennyire áll közel egymáshoz. 4 évente ugye van erre, vagy akkor éri meg jobban felküldeni oda bármit. Viszont ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy a Fehérház felhívott egy olyan pályázati, tehát egy nagyobb támogatási, nem is tudom, hogy ez rendszerpályázat, ez nagyobb dolog ettől, mint egy pályázati felhívás. A nukleáris hajtómű alapú űrszállító eszközöknek a fejlesztését támogatni fogja, tehát a Mars utat le akarják rövidíteni körülbelül 3 hónapra. Ez miért érdekes nekünk? Ugye azért, mert ugye, hogyha a SpaceX és a NASA közösen elkezdi építeni a dómokat, mi szeretnénk hamarabb egy kicsit ott lenni a növényekkel, hogy betartsuk a fokozatosságot. A talajmikrobiológiai életnek a mi szakértői csapatunk szerint hamarabb fel kell, hogy pezsdüljön, hamarabb kell, hogy kontaktálódjunk, mint ahogy az emberek ott lesznek. És ugye a gázcserének el kell, hogy a légkörnek a dúsításának el kell, hogy ő kezdődjön szerintünk hamarabb, mint hogy az emberi kolóniák odaérnek. És akkor utána a következő nagyon fontos rész és a follow-up, tehát, hogy oké, hogy lefúrultak a növények, onnantól kezdve ugye melyik szatellitről, milyen rendszeren keresztül, hogy fogjuk kapni a jelet, az nagyjából mindegy, hogy mikor kapjuk meg, milyen késéssel kapjuk meg a jelet. A lényeg az az, hogy olyan rendszereken dolgozunk, hogy a vizuális jelek előtt informálódjunk a növény igényeiről. Tehát mikor mondok egy példát, egy hiperspektrális kamerafelvétel mutatja, hogy sárgul a levél és nitrogénre lenne szüksége, emiatt a számítás, a klorofil, mit tudom, milyen számítás index alapján, az már nekünk késő közbeavatkozni, hogy ott kapjon plusz több nitrogént. Mondtam egy blőd példát, ettől sokkal komplexebb dolgokról van szó, de akár ilyenekre is lehet gondolni. A lényeg az az, hogy mi hamarabb felmérjük azt, hogy tápelem hiányba szenved, de ezt a jelet, hogy mi megkapjuk, még, tehát sokkal nagyobb az esélyünk, hogy hamarabb reagáljunk, mint hogyha más rendszereket használnánk, ezért volt szükség a eszközfejlesztésre. Ja, nagyon érdekes egyébként ez, amiket mondasz, egy kicsit talán túl részletes is olyan értelemben, hogy persze itt látom, hogy ez a cég itt mindenfélét fejleszt, itt tényleg fantasztikusan érdekesnek tűnik, ugye, elektroforézistől kezdve. Viszont ugye a nagy koncepció igazából az, amit szerintem már önmagában számomra legalábbis, mint fizikus, meg bolygó légkörökkel foglalkozó ember, ugye magyarázatra szorul, az pedig ugye egyrészt a technikai aspektusa ezeknek az általad rakéta kapszuláknak nevezett, szerintem inkább ilyen penetrátorok ezek. Igen, penetrátor, a keresztúri Ákos is így hívja. Hogy igen. Ugye például ugye itt alapvetően nekem két kérdésem volna, vagyis hát rengeteg, rengeteg kérdés. Az egyik az, hogy maga az ötlet, ha jól értem, és ez az én interpretációm,
hogy növényeket juttatni penetrátorokon a Marsra, úgyhogy valahogy ezeket a növényeket aztán kontaktusba hozni a talajjal, miközben fölötte egy pici buborékban mégis biztosítjátok az ő életfeltételeit, hiszen a Marsnak ugye egy széndioxid légköre van, aminek a sűrűsége a Földnek az ezred része, de hogy az egész, legalábbis amit én olvastam, beleértve például, hát én nyilván nem a Bulvár médiából, hanem egyrészt a te ResearchGate oldaladról, másrészt a céges honlapról, vagy a te általad adott tévéinterjúk alapján, azt vélem itt ki csengeni az egészből, hogy az a koncepció, hogy ezek a növények ugye nyilván fotoszintézis útján széndioxidot bocsájtanak ki, miközben a Marsnak ugye eleve van egy széndioxid légköre, hogy ezek valahogy ezt dúsítanák, de hát ez itt milyen időskála és milyen mennyiség? A fotoszintézis által nem széndioxid termelődik, hanem oxigén. Oxigént akartam tudjuk mondani, persze. Igen. Viszont a mi célunk az nem ez, tehát mi nem a fotoszintézisről beszélünk, nem arról a gázcserről. A növényben ugye két típusú gázcsere van. Ugye az egyik, amiről te beszélsz, a fotoszintézis, ami a levélen keresztül történik a klorofilában. A másik a gyökérlégzés, ahol pont fordított folyamat. Igen, igen, igen. És itt ugye mi nekünk a koncepciónkban, tehát a kérdés az volt. Igen, tehát, de igazából erre vonatkozott a kérdés, hogy azt szeretném megérteni, ismerve azért valamennyire a terraformálásra ismert szakirodalmat, amik ugye egyrészt ugye olyan módszerek merülnek föl, mint például üvegházgázok a Mars légkörbe juttatása, például itt tudom én, ammónia merül föl, vagy metán akarom mondani, merül föl elég gyakran jelöltként, vagy a Mars albedójának a változása, de bármelyiket nézem is. Hogy a miért a szakirodalomban... Hát igen, ez az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy hát azért bárhogy is nézzük, ezek azért több évszázados időskálájú folyamatok, és akkor te meg ezt említetted, hogy minthogyha már az emberi kolónia létrehozása előtt valamennyivel terraformáltabbá, csúnyán fogalmazva lehetne alakítani a légkört. Tehát itt a kérdés lényege arra vonatkozik, hogy mi az időskála, meg milyen mennyiségű micsodát bocsájtanak ki ezek, hogy érzékelhető hatása legyen a Mars légkörre. Szuper! Köszönöm szépen a kérdést. Nagyon sok mindent le fogunk tudni tisztázni egy kérdés megválaszolásával. Azt hittem, hogy mint fizikus más dolgok fognak érdekelni. Jaj, más is. Hogy jobban inkább az, hogy milyen sebességgel csapódjon egy regolitba, vagy az, hogy ugye... Az is érdekel, igen, csak elő a nagy kérdés, nagy kép. Először a nagy koncepcióval, jó. Oké, akkor először lereagálnám azt, hogy ugye mi nem azt állítjuk, hogy mi egyedül, mint Genesis fogjuk a Marsot terraformálni, hanem azt mondtuk, hogy mi ebbe egy szerepet vállalunk. Említettem az előbb a Fehérháznak a felhívását, de nem csak a Fehérház, nem csak a NASA, hanem az ESA is támogat olyan kiemelt projekteket. A projektek együttese, ugye most egy nagy űrverseny van, hasonlóan, mint a Holdra szállásnál, tehát mi ebbe vállaltunk egy szerepet. Nem minden fizikai dolgot tudunk, problémát tudunk áthidalni. Először lereagálnám a gázra vonatkozó kérdés, és utána pedig lereagálnám az időskálára vonatkozó kérdéseret. Jó? A metán az nagyon illékony. Pont ugye a Marsnak ugye az a baja, hogy tehát egyrészt van légköre, de hogy milyen ritka. Az egyik ok az, hogy ugye annyira hidegek ugye például a téli éjszakák, hogy ugye a sarköröknél mínusz 120 fokon akár ki is fagyhat a szén-dioxid a légkörül, ugye azért van ez a fehér sapkája. Ilyenkor ugye akár egy vákum is történhet a felületen, lehűl a bolygó, eltűnnek a gázok, és ugye igazából amit ezt nem én mondom, hanem ezt a NASA mondja meg, a NASA-nak a fizikusai, hogy meg a SpaceX-nek a szakértői, hogy igazából az lenne a megoldás a lassú felmelegedése, hogy minél több üvegházhatású gázt kibocsátani, mint amennyi elszökik telente meg ezeken az éjszakákon, és akkor egy ilyen lassú felmelegedés, és ugye tehát a kettő az hozza egymást, a felmelegedés és a gázsűrűsödés. Miért döntöttünk úgy, hogy széndioxid? A metán ugye az egy felfelé, mondjuk egyszerűsítsük le molekulatömegénél fogva, ugye, viszont a széndioxid az egy lefelé szálló üvegházhatású gáz, ami nálunk, ugye, mint talajmikrobiológusoknak nagyon érdekes, hiszen ugye egyrészt pont azokat a egyrészt aerob és anaerob mikrobáknak is kedvez, a növényeknek kedvez a széndioxid, tudjuk.
A mikrobáknak vannak olyan típusú mikrobák is. Bocsánat, csak hogy tisztázzuk, tehát ezt úgy érted a lefelé szállót, hogy a Földön jellemző légkör átlagos molekula súlyánál valóban ugye mondjuk másfélszer majdnem nehezebb. De hát ugye a Marsról beszélünk, ahol szintén... Igen, a Marsról beszélünk abszolút, és, tehát... ugye, és ugye itt arra van szó, hogy ugye a talajrétegek, hát hogy mondjam, pórus tereit, vel kezdjük az építkezést, mert ugye a SpaceX-es elképzelés az az, hogy a dómokban ott élnek az emberek, termelődnek mindenféle bontási folyamat ugye a metabolizmusok által, és ugye ezeket az üvegházhatású gázokat ugye periódikusan kibocsátják a légkörbe, amikor ugye erre szükség van. Ugye ez a SpaceX-es állásfoglalás. Mi meg azt mondjuk, hogy mi az a dolog, ami körbeöleli az egész bolygót, ugye az maga a talaj, mindig az a legkülső, hogy mondjam, mint egy köpeny. Ha mikrobiológiailag ugye azt aktivizáljuk, és a szén-dioxidot ugye alulról, és erre majd mondjuk mindjárt át tudok térni az időskálára, hogy ez egy lassú folyamat, viszont már mérhető, és ez nagy különbség. Lassú folyamat, tehát én nem azt mondtam, hogy az emberi kolóniák, mire megérkeznek, ők már szkafander nélkül fognak ott mászkálni. Igen, egyébként ezért, nyilván ezért gondoltam a fotoszintézisre először, mert ez ugrott be, de hát nyilván az majd a 42. lépés. Igen, ezt sose állítottam. Ez tudod, hogy hanyadik lépés? Ez az a lépés, amikor már megéri, mármint, hogy mikrobiológ annyira aktív lenne mondjuk a kőzet, vagy ez a talaj, vagy ennek a mixe, hogy akár gyökérről szaporítható növényeket, érted? És akkor már a széndioxid törvény is, vagy a az oxigén termés is beindulhatna, a fotoszintézis is. Tehát jogos a kérdésed, csak nem ebbe a fázisba. Persze, ez teljesen világos. Igen. Tehát, tehát ezért a gáz, akkor, és akkor a időskála, az pedig azért, mert ugye van ez a izénk, hogy sokan kérdezték meg, rá is jöttek, hogy a Genesis ugye 1-11, ugye a teremtés könyve, ugye ez egy ilyen utalás, hogy... Igen, olvassuk fel, akkor szólt Isten, teremjen a föld zöldelő növényeket, amelyek termést hoznak, és fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöt termelnek a Marson, akarom mondani... Földön. A Földön, igen. Hogyha itt azt kicseréljük a azért, igen. Tehát itt azért jó ez a... Azért tetszik nekünk a branding, mármint, hogy a Genesis 1-11, mintha egy ilyen kis... Nem fricskázás ez, csak egy ilyen kis figyelemfelhívás. Egyrészt a nemzetközi ügynökségeknek, másrészt a privát rakétacégeknek, hogy figyeljetek, mintha kimaradna egy rendszer. Mutassatok már nekem egyetlen egy olyan dómos kísérletet a Földön, ami sikerül jár. Mert én nem. És akkor igen, erre vonatkozik egyébként a kérdésem. Már azt tervezik, hogy 2050-re, most lehet, hogy magam ellen beszélek, mondjuk, hogy most pont a SpaceX tudod ezt lefordítja, és pont véletlenül rosszat mondok róluk, nem akarok rosszat mondani, csak azt mondom, hogy az eddigi dómos kísérletek úgymond sikertelenek, tehát az egyensúly beállt, csak nem az ember élte túl, vagy hogy mondjam, tehát hogy olyan szén-dioxid termés, mit tudom, mi zajlódott ott le, hogy ilyen bagatel hibák miatt érted, hogy nem olyan festéket használtak a betonhoz, ami kellett volna, meg ilyen nagyon blőd dolgok miatt. Jó, hát igazából én csak azt szeretném megérteni. 2050-re csak azt szeretném elérni, hogy mire mennek az emberek, legalább a talajmikrobiológiai élet legyen már aktívabb, mint most. Legyen már egy valamilyen szintű gázcsere. Tehát a földi élettel úgymond, mivel így is úgy is küldjük, úgy érzem az emberiség, tehát a NASA-ra gondolok, meg a SpaceX-re, küldjük oda a rovereket. Ja, meg most már kínaiak, meg a arabok, meg mindenki a szondákat. Így is úgy is találkozik a földi mikrobával a marsi környezet. Érted, mit akarok mondani? Mert van egy ilyen nemzetközi kérdés is, hogy befertőzzük egymás bolygónak a izét, mivel? Mondom, így is úgy is befertőzzük. Tehát, aha, hogy... jó, ez egy érdekes hozzáállás, mert nagyon, nagyon, nagyon érdekes az etikai vonala, mert ez az egész... Meg az űrjogi dolgai. Igen, de én igazából azért mondom elsősorban az etikai aspektust, mert hát ugye nem tudhatjuk, hogy éppen a talajnak a mélyebb rétegeibe, ahol teszem azt, egy penetrátor mondjuk befúródna, nem kizárható, hogy ott létezik úgymond őslakos élet, és akkor lényegében egy etikai kérdést is fölvet, annak ellenére, hogy praktikusan nyilván nem tudjuk sterilizálni az űrszondákat, de például a NASA-nál ugye három, legalább egy 4 sterilizációs kategória van, hogy egy űrszondát mennyire kell alaposan tisztítani, és például az Európa felszínére tervezett, vagy a Marshoz küldött űrszondák egyértelműen abba a kategóriába tartoznak, amiket a legdurvábban kell sterilizálni, hogy teljesen csíramentes legyen. Ez nyilván nem fog
fog sikerülni, de legalább elvileg törekszik rá az emberiség, és akkor ezzel úgymond kb. A ti ötletetek, ami közvetlen, tehát nem is az, hogy egy lezárt kamrába belapátoljátok a Mars homokot, hanem még, hogy ki is injektáljuk ráadásul. Konkrétan gyökeresztetni szeretnétek a Mars homokot. A gyökeresztetés az másodlagos egyébként. Jó, hát szóval direkt kontaktusba hozni, hogy mondjam. Kisenő a növény, a gyökér, ne haragudj. Figyelj, tehát kisenő a gyökér. Csak ugye annyit elérünk, hogy a mikrobák bioinjektáció útján, és a növény, mint csak gazdaszervezet van jelen. Igen, de tulajdonképpen nagyon jó a kérdésed, mert tulajdonképpen mi pont azt akarjuk, ugye, hogy beleinjektálni ugye a földi életet a Mars életbe, de mivel ugye ez a fő cél, hogy a földi életet vigyük át a Marsra, nem értem azt, hogy miért van ezen bárki. Hát mert ugye az az Elon Musk fő célja, ezt értem, de szerintem azért az, és nyilván itt is az van, hogy az elősebb üzletember éri el a célját, vagy hogy most próbáltam átfogalmazni az ismert magyar közmondást, de valójában azért a tudományos életben a szerintem rengeteg egyáltalán nem lefutott a konszenzus. Úristen, nagyon sok mindent kéne átbeszélni. Igen. Jó, hát igazából ez az egyik, amit két dolgot, ez az egyik, amit meg szeretnék kérdezni egyben, de akkor itt csomagban is feltettem. De még mielőtt, bocsáss meg Miklós, igen, megtennél egy rövid szünetre, elmegyünk, de azonnal folytatjuk, maradjatok velünk. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! donate.emtv.hu. Nyilván nagyon sokan úgy ott látják az emberiség nagyon hosszú távú jövőjét, hogy terraformálni, de és Elon Musk az persze mond dolgokat, ezt tudjuk jól, kolóniát is mond, bár én általában úgy értelmezem a szavait, hogy amikor ő kolóniáról beszél, akkor ő egy zárt, olyan értelemben zárt rendszert képzel el, hogy nyilván fenntartható energia, meg a Mars légköréből és a napsugárzásból nyilván használnák a dolgot, de hogy ő maga sem érezte úgy eddig, hogy Csak képzeljük azt el, hogy abból a dómból, akár sterilizált skafanderbe kisétál valaki abból a dómból a Marsra. Szerinted vízbe, vagy hoz be bármit onnan, mikrobiológiai dolgokra gondolok, vagy nem? Nyilván hoz, tehát én ebben kifejezetten radikális álláspontot képviselek egyébként, mert szerintem nem kéne embert küldeni a Marsra. Azt javaslom az embereknek, hogy próbáljanak meg sterilizálni. Figyelj, de ne autoklávval, hanem gammasugárral talajt, hogy mindent értsenek ki. Nem sikerül soha. Az ISS-ről letörlik az űrport, tudod, a üvegről, és nőnek a telepek a petricsészébe. Tehát az élet, ezt kell megérteni. A Föld az nem egy különálló dolog az univerzumból. Jó, hát ezt tudjuk, az élet az fantasztikus dolgokra képes. Hát a medve állatkák alig, hanem a Holdon is megélnek. Aztán ne felejtjük el, ott voltak a Streptococcus mitis baktériumok, amik 2 évig kihúzták a Holdon, mert rosszul sterilizálták a Surveyor 3 űrszondát. Ugye aztán az Apollo 12 űrhajósai hazahozták a kamerát, jó körülmények közé tették a streptokokuszokat, és elkezdtek tovább szaporodni. Tehát ez ugye nyilván, ezt tudjuk egyébként nyilvánvaló, hogy az élet az egy makacs dolog, az élet utat tör, hogy akkor a kedvenc filmjeink egyikét idézzük. Oké, tehát akkor azt az álláspontot képviseled meglehetősen pragmatikus módon, hogy ha már 100%, hogy úgyse tudjuk elkerülni, hogy összeprüszköljük a Marsot, akkor tulajdonképpen a potenciális őshonos életnek, ami akár 2,5 méterrel a felszín alatt él, esetleg, ugye ez majd kiderül, hogyha le lehet oda rendesen fúrni. Ezt NASA térképek alapján mondjuk, meg olyan számítások alapján, ahogy tudod, azt tudni kell, hogy a talajnak van egy ilyen, egyrészt egy puffer kapacitása, másrészt ugye hőszigetelő képessége, stb. Nyilván a fizikája ennek más a Marson, mint a Földön, de ott is működik. Nem biztos, ez a 2,5 méter, vagy 1,5 méterre való lefúrás, vagy 2 méterre való lefúrás, persze, nem biztos. Tehát az ötlet az, amit mondok, az európai ügynök... Egyáltalán lehet, hogy nincs is rá szükség, érted? Mert... Nem, félreértem, amit mondok. Én azt mondom, hogy ha valahol jelenleg él élet a Marson, őshonos élet, az az ExoMars kutatóinak a számítása szerint, ami ugye idén szeptemberben indul el, többek közt azért a Rosalind Franklin nevű lander, aminek ugye az a dolga, hogy lefújjon a Marsra, és onnan vegyen mintát,
És nyilván azért van a DNS egyik társ felfedezőjéről, Rosalind Franklinről elnevezve, mert hogy konkrétan egy életkereső küldetés, de éppen azért fúrnak le 2,5 méterre, mert ők úgy számolták, hogy a földi extremofilekből levont tapasztalatok alapján az várható esetleg, hogyha valahol van élet a Marson, az az a mélység, vagy annál mélyebb, hiszen a kozmikus sugárzás nem tudná megtartani az őshonos marsi életet a jelenlegi Mars állapotban. Nem mondunk egymásnak ellent, mert ugye azt mondod, hogy te 2,5 métert mondtál ugye a pontos adatok alapján, amit a számítások alapján, amivel ugye a misszió, aminek alapján, vagy amire alapozva a misszió indul. Nagyon jó dolog. Én viszont azt mondom, hogy ugye az, hogy megtaláljuk, hogy van-e ott őshonos dolog, vagy nem, két dologgal szeretném lereagálni. Az egyik egy nagyon friss kutatási eredmény, a Science közölte le, tehát nem akárki, aki azt mondja, hogy a jelenlegi nagyobb Marsról érkezett meteoritot megfúrva arra jöttek rá, hogy valószínűleg nem élet okozta a szerves anyag termelést a Marson, hanem pusztán kémiai úton szervetlenből szerves. Itt tart a Mars. Ha feltehetjük, hogy létezik őshonos marsi élet, akkor a te meglátásod szerint etikailag van-e okunk arra, hogy mi is oda, mi terraformáljuk a Marsot? Ez lényegében az az etikai kérdés, ami a kolonializáció kérdése. Nyilván máshogy fest a kolonializációnak az etikai aspektusa akkor, hogyha egy lakatlan területet foglal el az ember, és máshogyha egy lakott. Most nyilván itt nem egy civilizációról beszélünk, hanem a legjobb esetben, vagy legrosszabb, attól függ, honnan nézzük. Tehát a legszélsőségesebb esetben is mikrobákról beszélhetünk, ha ugyan. Ez a kérdésem, hogy mit gondolsz erről az aspektusról? Kétféleképpen tudok erre válaszolni. Mint ember, hogyha kérdezel erről, nem mint üzletember, hanem mint magánszemét. Én azt mondom, hogy a világban megtörténnek a dolgok így is, úgy is. Az, hogy te, mint egy úgymond egy élőlény, most jelen esetben ugye egy ember, hogy te mit csinálsz, vagy milyen folyamatba állsz bele az elmédet, ugye minek engeded át, vagy minek nem. Sokan mondják, hogy azt csináld, ami a hobbid, vagy amit egyébként is szívesen csinálnál, és ugye abba vállalj szerepet. Vannak olyan típusú emberek, hogy nem tevékeny típusú emberek, hanem ilyen, tudod, ilyen rezonanciatartók, meg ilyen, hogy a jó hangulatukkal ugye csinálják a dolgokat. Kérdésedre visszatérve. Szerintem ez etikusan kevésbé problémás, hiszen így is úgy is fertőzzük egymást, hiszen a meteoritok érkeznek a Marsról ide is, gondolom a Földről is érkeznek oda dolgok, csak ugye azt arra még kevesebb az információnk. Sőt, küldünk oda dolgokat, valamiért belénk van kódolva a térhódítás. Miért mennyire volt etikus az, amikor az amerikai kontinens a saját mikrobáinkkal, a saját élőlényeinkkel, a saját dolgainkkal. Most nézd meg a koronavírust. Mennyi idő kellett, még átterjedt a világon? Jó, ez világos, ugye pont azért, hiszen tényleg egyébként az amerikai példa nagyon jó, hiszen tudjuk, hogy elsősorban nem a konkvisztátorok felelősek például. Az általad jól ismertek, hanem a láthatatlan dolgok, amik jelen. Így van, hanem ugye a vírusok, amikre az európai lakosság már rég immun is volt. Az építkezés elkezdődik a Marson. Bármi sterilizál, bárhogy akármennyi sugárzás éri őket. Jó, oké. Tehát igen, tehát ez kicsit olyan, mintha az a... Igazából nem is a mi projektünkre vonatkozó kérdés. Egyáltalán nem. Nem, ez az egész terraformálási ötlet. Na jó, oké, tehát akkor valamennyire értem, hogy van egy eleve, mit tudom én, igen, tehát a Föld légkörénél ezred része sűrűségű, vagy egy század része sűrűségű Mars légkör, ami széndioxidot tartalmaz, ti szeretnétek bele még több széndioxidot juttatni kezdetben. Na, a kérdés az, hogy terveztek-e, vagy volt-e olyan fajta előkísérlet, ami a Mars analóg körülmények között próbáltátok, vagy próbálnátok ki a dolgot, ami alatt azt értem, hogy igen, hát valamennyire már ismerjük például az általad emlegetett térképek, űrszondás vizsgálatok alapján a Mars talajszerkezetét, ismerjük a sugárzási viszonyokat, és ismerjük a légnyomást, meg hogy miből van a légkör. Tehát ugye vannak helyek, például az általad emlegetett Jet Propulsion Lab-ben, Pasadena-ban, én is voltam ilyen helyeken, ahol persze valóban léteznek ilyen Mars analóg körülmények, ahol ők is dolgoznak, akikkel együtt írtátok azt a Wiley-s cikket az elektronikus
spektroforézisnek az űrös különszámába, hogy ilyen Mars analóg, Mars szimulált körülmények között terveztek-e? Nem az, hogy tervezünk, vannak. Egy szimuláció minél, tehát annál hitelesebb, annál jobb folyóiratba tudjuk megjelentetni, minél nagyobb térben történik. Ennek vannak, nyilván te, mint ugye fizikában jártas szakember, vannak korlátai, akadályait. És képzeld el, hogy van egy olyan kutatási eredményeink, amin egy éve gondolkozik az egyik nagyon neves folyóirat, hogy leközölje vagy ne, mert annyira határterületen mozgunk. Érted? Hogy vannak ilyen kísérletek, sőt, megnézni külön, hogy milyen egy marsi nyári környezet, mert ott van akár plusz 10-12 felszíni hőmérséklet is, hogy néz ki egy hideg tél, melyik kráterbe. Tehát mi azzal kezdjük, megmondom őszintén, hogy a best és a worst, bocsánat, magyarul, a legjobb és a legrosszabb esetet szimuláljuk. Jó, hát ezt értem abszolút, és erre voltam kíváncsi, de akkor ezek szerint ezek folyamatban vannak, sőt, már bírálat alatt vannak ezek részben. Bírálat, igen, a bírálat már el is készült, az editor gondolkozik azzal, hogy leközölje vagy nem, mert annyira megosztó a téma, érted? És háromszor cseréltek editort, felelős, tudod, van ez a managing editor. Az associated. Igen, yeah. Hogy ugye ezt leközöljék, aki döntéshoz, mert a döntés, mert attól, hogy valaki pozitívan elbírálta, mondjuk, tegyük fel, hogy valaki pozitív, ha negatíva, már rég megkaptuk volna, nem? Igen. Hát ezért nehéz paradigmát váltani egyébként, tudjuk jól. És most megpróbáltam, és mivel ebből a hibából tanulva, igazából ez nem hiba, hanem igazából szerintem a legjobban, csak látod, milyen a tudomány? Késik egy évig most. Jó, hát ez ilyen, persze. Az űrtudomány még ilyenebb. De, ez gáz. Figyelj, ezen szeretnénk felgyorsítani. Most, ami, ezt hadd mondjam, mert ez nagyon lelkes vagyok emiatt. Most képzeld el, hogy egy helyi televízióba, a Zemplén TV-be, illetve az index.hu-n eljöttek hozzánk a Sáros Pataki asztrobiológiai laboratóriumunkba, ahol tényleg megmutattuk nekik, hogy hogy néz ki, nem a vákumkamrás, hanem már az egyel kicsit frappánsabb kísérlet, amikor egy úgynevezett lúgos elnyeletés történik. Hátrány az, hogy kisebb a rendszer, viszont több adatot is folyamatosan tudunk kapni, akár másodperces, vagy nem tudom, perces rendszerességgel. És ennek a beállítását mutattuk ott be kamerák előtt, mindent vállalva, hogy hogy néz ki. Ettől azt várjuk, hogy ez a módszer, itt nem magát a, tehát, hogy mondjam, magát a kamerát, mivel itt nem mi állítottuk össze, meg nem minden, hanem meglévő, kimondom, oxitopos rendszerű, alapú rendszer, vagy meg ahhoz hasonló dolgokkal, tehát nyomás különbségen érzékelő, és a lúgba elnyelt elsősorban széndioxidból kalkulál gázcserét, elfogadott hiteles módszer nagyon sokan használták, ezért változtattuk azt, hogy akkor jó, ha a vákumkamerás dolog még annyira brutálisnak tűnhet esetleg, hogy még variálnak, akkor egy közismertebb, egyébként úgymond butább megoldással, ha hamarabb tudunk közölni ilyen marszimultáns talajmikrobiológiai kísérleteket, hogy melyik az a mélység, ahol ez és ez, és ez aktív. És érdekes, hogy nem csak baktériumokat juttattunk be, tehát különböző baktériumtörzseket kiválasztottunk, aerobokat, illetve alacsonyabb eukariótákat is. Érdekes dolgok fognak megjelenni, hogy melyik talajrétegbe mi az, ami egyáltalán életképes, és mennyire aktív, és hogy mit fogyaszt. Mert most ezt elárulom neked, hogy felhasználtuk a beállításhoz azt az egy hetes adatot, amit tudod, leközöltek a meteorból, hogy milyen szerves anyagok vannak a Marson, a meteorit alapján, azokat bejuttattuk már ebbe a rendszerbe, és megnézzük, hogy képes-e földi mikróba ezeket a szerves anyagokat. Ez azért fontos kérdés, mert ha igen, ha képes fogyasztani azokat, akkor nekünk a kapszulával sokkal könnyebb dolgunk lesz, hiszen a nutrition supply, tápelem utánpótlás, nem kell gondoskodnunk róla. Ezt tudod, hogy mikor fog kiderülni számunkra? 3 napon belül, azért vagyok ilyen izgatott. Jó. Publicitás az lehet, hogy késik, de most olyan folyóiratba akarjuk, ami lehet, hogy kisebb impactfaktorú lesz, mint a vákumkamrás, viszont hamarabb megjelenik, és látják, hogy működik. Igen, én azt mondom, hogy amúgy ez többet számít. Tehát én szerintem, hál' Istennek, az impactfaktorról már kezd valamennyire leszokni. Ráálltunk arra, de megmondom őszintén, hogy új cég vagyunk. Figyelj, tavaly novemberben alapultunk. Nyilván a projekt előzmény, meg a mit tudom, meg hogy én hol dolgoztam előtte, meg minden, az teljesen lényegtelen ilyen szempontból. Mi így a tulajdonostársakkal, meg a szponzorokkal, meg a mindenkivel eldöntöttük,
meglátjuk, hogy vagy Q1-be, vagy sehol. Na oké, ez nagyon jó, oké, ezt majd meglátjuk, ha meglátjuk, ezek lassan őrölnek a tudomány malmai. Az én fő agályom, amit persze jól megsejtettél, az pont ez a rakétakapszula dolog. Hát itt azért természetesen azok elsősorban a kérdések, hogy miért pont a lehető legzúzósabb módon akarjátok ezt a dolgot eljutatni a Marsra. Most ha a Deep Space 2 egyébként kudarcba fulladt amerikai kísérletből indulunk ki, ami ugye 1999. Tudom, hogy miért kérdezed, igen. Be volt, akkor ugye nyilván ott próbálkoztak ilyennel a Marson az amerikaiak, nem jöttek össze. De nem így. Nem így, igen, ez a kérdés, mert ugye két dolog viaskodik bennem, elmondom a kérdést. Ugye az egyik az, hogy lényegében ez egy, láttam is a képét, sőt olyat is láttam a honlapotokon, hogy esetleg konkrétan ilyen levegőföld rakéták átalakított változatait felhasználva. Az a földi hasznosításra van, igen, az nem bír ki egy gyűrútat, az a reforestationre van, ott azért dolgozunk olcsóbb rakétákkal, meg alapanyagokkal, mert ott nincs arra szükség, hogy mínusz 120 fokot kibírjon. Nagyon jó, oké, a földi kísérletet értem, és azt is láttam, hogy 1200 méterről ejtőernyővel le tudtatok dobni a növényt. De az csak a kicsi volt. Igen, ezt is láttam. A kérdés az, hogy ugye nyilván ez a cucc, ez belép a Mars légkörébe, és ez kifejezetten egy áramvonalas dolog, tehát nincs is tervezve a hőpajzsos lassítás, úgyhogy egyszer láttam, ha hihetünk az animációnak, kinyílik egy ejtőernyő, ami nyilván egy szuperszonikus ejtőernyő kell, hogy legyen, mert értelemszerűen a helyi hangsebességnél ilyenkor gyorsabban repül az eszköz, ezt ugye nyilván majd szuperszonikus szélcsatornába kell tesztelni, nem a csepeli Skywardban, és akkor mindegy, a lényeg az, hogy még így is várhatóan, most ha jól tippelem, akkor tényleg ilyen nagyságrendileg, nem nyilván nem pontosan, nagyságrendileg 100-200 méter per másodperces impaktról van szó, és nem is ez a lényeg, hogy mekkora sebességű, hanem hogy az nyilván lassul nullára, tehát ebben a pillanatban, amikor bezuhan, akkor ugye több százezer G terhelés. De miért nem egy szép kis leszálló egység? Miért nem az van, hogy valamelyik űrszonda fogja a kis robotkarját, beteszi a kis pici dómotokat a talajba? Miért pont ezt a létező számomra elképzelhető legbrutálisabb módszert választottátok arra, hogy a Marsban ezeket az érdekes talajkémiai és egyéb vizsgálatokat és kísérleteket megcsináljátok? Miért pont ez az általatok rakétakapszulának? Őszintén, hogy miért? Igen. Léci. Mivel mondtam azt, hogy tanuló szerepben vagyok, mint üzletember, és mint úgymond PR-os, mint kutató, abban már ugye nyilván több tapasztalatom van. Egyébként az IT-s, vagy bocsánat, a startupos dolgokkal, de mint hogy komoly nagy cégeket irányítani, ezt ugye tanulni kell, ezt jeleztem. Két dolgot hadd mondjak el, mielőtt válaszolok a kérdésedre, megvédve a csapatunkat. Tehát a csepeli szélcsatornás tesztek, tehát hogy mondjam, valahol el kell kezdeni. Persze, ezt nem szemrehányásként mondtam, csak... Azt téged nem győz meg, azért kell elkezdeni. Elmondom, hogy miért kell elkezdeni. Csepelen. Ha kicsinyítetted, de most a nagyot visszük be egyébként a következőre, a kicsinyítettből is olyan adatokat kapunk, hogy mi az a sebesség, amit még túlél, akár hiszed, akár nem, egy szuper polimeres dolog, és túlélt egy földet ér is 1200 méterről. Hiába nem tűnik meg dolognak, de nem olyan anyagokat használtunk, mert nem. Itt igazából még mindig csak a számítási fázisban tartunk. Mi az a sebesség, amit még túlél a szenzorrendszer? Ebben még nem volt rázkódásvédelem a kicsinyítettbe, és túlélte a talajszenzor is, a növényszenzor is. De fontos, hogy mélyre fúródjon? Ezért kell... Ezek a talajtípustól, illetve attól függően, ahol több szerves anyagot találnak a Marson, nyilván ott feltételezhetően puhába talaj, ha frankon kőzetre, regolitos dologra, érted, 100%-ok ízére érkezik, nyilván más a ízé. Most jelenleg a sebességeket számoljuk ki egyébként, ha megfigyeljük, akkor kérlek, ismertesd már, hogy a Marsnak mi az a két módszere, ahogy földet ér bármi. Hát ugye három, a penetrátort ugye nem tekintjük, akkor természetesen van a rakétás leszállás, meg a ballonos. Szerintem a mi projektünkhez köthetően kettő az, ami szóba jöhet. Az egyik a rakétás, igen, hogy leejtünk valamit, és nyitóernyő segítségével kinyitjuk. Nyitóernyővel és fékező rakétával, ugye? És fékező rakétával, igen, kinyitjuk, és úgy ér be olyan mélységbe, amilyenbe, hát ugye ki kell számítani, hogy hol van értelme.
ezért van. A másik meg az azt tudod, hogy ledobják, és akkor jó, az ilyen nagyon űskövületi módszer, és ott tudod, ebben a nagy... Ballonokban pattog. Az tök jól működött, de nektek ugye fontos, hogy bejusson a talajba. Más dolog az, amikor elkészítünk egy animációt, és az a célja, hogy a figyelem, úgymond a figyelemfelkeltés, vagy úgymond a missziónak, a víziónak az ismertetése. Van egy tudományos része, nagyon örülök, és tudod, hogy miért? Néha ezt direkt kiprovokáljuk. Kérdezze már meg tőlünk egy fizikus, hogy figyelj már, ez tényleg ennyivel fog földet érni, hát ez semmi se éri túl. És akkor van lehetőségem elmondani, hogy egyébként a rakéta dizájnra vonatkozóan, meg a földet érésre vonatkozóan három fajta dolgon dolgozunk most, ami még egyelőre nem publikus, de nagyon hamar publikus lesz, és szerintem a te tetszésedet nagyon el fogja nyerni, mert a befúródást sokkal, de sokkal egyszerűbbé tettük. Itt azért telik az idő, bővül a csapat. Igazából megmondom őszintén, hogy a talaj mikro... Ez volt a vízió, de a Keresztúri Ákos, mint marsgeológustól kezdve ugye felvettük ugyanúgy a rakéta, meg aerodinamikában jártas emberekkel a kapcsolatot, és akár megbízásba a projekt egy-egy fázisában, amikor szükség van rá, anyagvizsgálatok itt a Miskolci Egyetemmel nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre szükség van az, hogy ahhoz, hogy a videóban van, nagyjából úgy meg tudjon úgy valósulni, de nyilván ugye egy év alatt sok minden fejlődik, és mi is a teszt eredményekből tanulunk. Tehát ez nagyon fontos, hogy mi azért visszük el csak erre. Nem azért, hogy azt hiszük, hogy mi most ezt, tehát sose azt állítottuk, hogy elvittük Csepelre, ott működik a Marson is. Jó, persze, de ez nem is vádoltalak ilyesmivel. Az adatok miatt fontosak ezek nekünk, hogy pontosan a landolás, amit mondasz, igen, a legkritikusabb dolog, mert figyelj ide, nagyon nagy dolgot kell felmutatnunk. Tehát a SpaceX-et mikor vettek komolyan a NASA, amikor kezdték el a közös dolgaikat, amikor megcsinálta a belly hopos izét, visszaszállást, és igazából lehetőséget nyitott arra a kétirányú akár útra, hogy vissza is térhet, akár az építkezés is elindulhat. Egy nagyon nagy áttörés után kikínlódva saját tőkéből, úgy, hogy tudom, hogy mennyi cégéből kivásárolták ugye az Elont ahhoz, hogy ugye ezt véghez tudja vinni. És a NASA komolyan vegye. És mondod, hogy a NASA-nak nem sikerült. És hogy akkor most miért mondom azt, hogy nekünk fog? Azért, mert én hiszek abba, hogy az ember, amit elhatároz, és tudod így, néha olyan úgy jön a megoldás, hogy nem is abból az irányból, vagy úgy, ahogy azt te gondoltad. Most a legutóbbi fejlesztésünkre gondolok, pont a landolásra, amire rákérdeztem, hogy ha azt megoldjuk akár a Földön, hogy be tudjuk olyan mélységre, ahova én bemondom, mondjuk hétfőn, hogy figyelj, itt fog landolni, és 50 centire fog lefúródni mondjuk egy kőzetbe, vagy egy homoktalajon, vagy egy Chernozem talajon, ezzel is ezzel a sebességgel kell, hogy ezt a mélységet elérje, és én ezt bemutatom a Földön, akkor én azt gondolom, hogy ha már úgy is landolnak eszközök a Marson, úgymond, idézőjelben részletkérdés már, és nem mindent nekünk kell megadni. Figyelj, tehát az űrügynökség, hogy mit tud finanszírozni, és mit nem, meg hogy egy privát cég mit tud finanszírozni, és mit nem, egy bizonyos pontig el tudunk jutni. Én úgy gondolom, hogy a valós méretű rakétatip prototípusok földi befúródását, és akár még, nem tudom, a holdig, mert az kevésbé költséges, még talán tudunk egy olyan szerződést csinálni, de a marsi fúródáshoz nyilván több projektnek az együttes munkája és állami űrügynökségnek a támogatása szükséges hozzá. Rendben, tehát ha jól értem, oké, a fizikai kérdésem az volt tehát, hogy miért ezt a leszállási módszert választottátok, közben a sorok között megkaptam a választ. Azért választottátok ezt a valóban nagyon sok fejlesztést igénylő leszállási módszert a bejáratottakhoz képest, mert gondoljátok, hogy végül is, ha egy egyszerűbb konstrukció jön talán létre, és az jobb, mint amikor leszáll egy űrszonda, és akkor jön a fúró, és lefúr 2 méterre, és belehelyezi egy robotkarral a cuccot. Hiszen ez eddig nem sikerült azzal a módszerrel, jól mondod, ezért... Két marsszonda indult el penetrátorral, sajnos az orosz az 96-ban még a föld körüli pályát se tudta elhagyni, úgyhogy... Igen. De hát mindegy, szegény oroszok. Ja, de itt most nem csak a penetrátor, hanem a fúrókra is gondolok. Tehát tudod, van azért ugye a másik a vakond, ugye? Igen, az a másik ötlet, az is beakadt útközben, ugye az Insight-nak a
fúrója. De meddig? Igen. Tehát azért valameddig lejutott, egész igen, szép eredményt ért el. Tehát azért, na igen, igen. Jó, még azzal a technikával is. Tehát itt most mi még azt is kihasználjuk, hogy még az a, és hogy mondjam, mi ezt fúrásnak nevezzük most, azért kell, hogy még fúrásnak nevezzük, mert ugye az animációban úgy van, de a fejlesztések, ahogy mennek most, inkább ezt nem árulom el. Más lesz a, tehát nem befúródás lesz, de befog. Jó, hát majd várjuk az újabb. De valószínűleg nem fúródni. Oké, ezt értem, azt hiszem felfogtam dolgokat, valamelyest tisztult a kép. De jó, én ennek úgy örülök, és úgy örülök, hogy úgymond szakma. Figyelj, ez az első olyan beszélgetés, ez hazugság. A műsor utáni első úgymond szakmai beszélgetésem, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek. Na, majd meglátjuk, hogy a hallgatóink hogy fognak erre reagálni, meddig bírják. Úristen, na. Soha többet nem fogjuk többet hallgatni a műsort, tudod, mert annyira... Azért... Na, majd azt az Ádám majd megoldja. Felkavaró volt a téma, főleg az etikai része. Ő itt a média cézár. Hát az etika, az egy érdekes kérdés, mindegy. Abban egyetértek, hogy ha etikus, ha nem, az a dolog meg fog történni. Tehát igen, ezt mondom, hogy ez így is történik. Tehát most, és én még azért szeretném ezt még kiemelni, még csak egyetek meg. Fenntartható fejlődés pártiak vagyunk, tehát nem azt a fajta felmelegedési módszert választjuk, ami a radikális, hanem a lassú felmelegedési módszert. Egyébként is egyébként a faj szintű terjeszkedés, tehát a térhódítás az belénk van kódolva. És a másik dolog pedig az, hogy igazából sokan megjelezik ezt a kijelentésemet, de ez is a fenntarthatóság jegyében történik a Mars kolonizálása, a mi koncepciók szerint, hiszen ugye, hogyha multiplanetálisá válik a földi, vagy akár a emberi élet, akkor az azt jelenti, hogy bármelyik bolygóval történik valami baj, több esélyünk van, hogy fajszinten fennmaradjunk egyrészt, másrészt a Mars az csak egy gyakorlóterep, közben olyan technológiák fejlődnek, tudod, a teleszkópok, a űrbe lévő teleszkópok, már olyan messzire el tudunk látni, hogy akár a földi élettől még inkább kedvező feltételek is lehetnek a más részein az univerzumban. A Mars egy gyakorló terep, viszont a jelenlegi technológiában ezzel tudunk gondolkozni, csak egyenlőre a Marsban. Rendben, hát én részemről azt hiszem, hogy a kínvallatásodat, a technikai részletekről befejeztem, mert lényegében látom, hogy itt ez még egy nagyon gyorsan formálódó koncepció. Mert a nézőnek kell egy animáció, ti gyártottatok a nézőnek egy fantasztikus animációt. Egy éve, de közben gyártjuk a tesztekről is a videókat, igen. Tehát hogy azért mondom, jó. Hogy itt nem csak a tudományos, tehát most nyilván a néző, nem mindegyik néző fizet elő a Willinél, vagy a jó, persze, egy igen. Másik kiadót egy előfizetésre, hogy azt ott el tudja olvasni. Na jó, de válasszuk is szét, mert egyébként a mérőmódszerekkel, meg a talajjal kapcsolatos kutatásokkal, meg hogy az szerintem, egyrészt lehet, hogy a néző nem kattint rá nyilván, mert jobban érdekli egy animáció, amiben a társiból. Is vannak a publikációink folyamatban, azt is akartam jelezni neked, hogy ebből az egyik, a kettőből, amelyiket említettem, ebből az egyik a rakétás is benne van, a rakétateszt eredmények, csak mondom, hogy... Mm-hmm. No, hát ezeket érdeklődéssel várjuk. Az a durva, hogy nagyon komplex a projekt, nagyon sok helyen kell validálni, hogyha nem mindegyik kérdésedre a legmegfelelőbben tudtam válaszolni, az azért van, mert most jelenleg ugye itt ebbe az interjúban egyedül egy személybe képviselem az egész csapatot. Nyilván lehet, hogy a Lövi Dani, a Gutmann András, akiket sokszor szoktam emlegetni tényleg, mert ők de más embereket is mondhatnék, Sándor Zsolt, az Agrokémiai és Talajtani Intézetről, minden oldalról próbáljuk validálni a dolgot, ha alapkutatás szinten, akkor alapkutatás szinten, de és még emellett ugye paradigmaváltást is akarunk csinálni a befúródást illetően, nem egyszerű feladat, se a növények űrutaztatása, se ez az egész, nagyon komplex. Amilyen tempóban haladunk, nyilván a show műsorra azért volt szükség, hogy valamilyen része felgyorsuljon, nem elsősorban a pénz miatt, hanem inkább a publicitás és olyan lehetőségek miatt, hogy például a földi hasznosítás, mint olyan, most merült fel, igazából komolyabban a műsor óta. Értetek, hogy mit akarok mondani, hogy igyekszünk minél gyorsabban dolgozni, és minél precízebben véghez vinni a kísérleteinket. Tehát meg kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon izgalmas téma itt, tehát csöndben hallgattalak titeket, és figyeltem a beszélgetést, és hát el kell mondanom, engem teljesen lenyűgöz, én remélem, hogy pár éven belül egy olyan sajtótájékoztatón vehetünk részt majd, ahol
ahol egy, nem tudom, egy olyan sikeres tesztről, vagy egy, vagy például egy kilövésről. Akkor egy olyat kéne megszervezni, hogy tudod, helyszíni, megoldjuk valahogy majd ilyen jó internettel, és akkor csináljuk meg a rendesen egy rakétasíró melletti turósítást. Én azt javaslom, az lenne az igazi nagy mérföldkő a következő adáshoz. Hát én és az egész csapat mindenképpen azt kívánjuk nektek, hogy ez sikerüljön, és nagyon szépen köszönjük. Természetesen nekünk is nagy büszkeség, ha egy magyar vonatkozású cég hódítja meg a Marsot az elsők között. Úgyhogy... És igen, én is így vagyok vele, némi külön véleményként, hogy nyilván nekem vannak ott a fizikai részben fenntartásaim, de én tudom, milyen egy fejlesztési projekt, úgyhogy nagyon remélem, hogy nagyon meggyőzővé fog ez válni hamarosan. Én Ádámnak nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy ezt létrehozta. Miklósnak pedig nagyon köszönöm a kérdéseit, hiszen lehetőségem nyílt egy pár dolognak a tisztázására. Egyébként kicsit tartottam a veled való beszélgetéstől, mert én ugye nem vagyok fizikus, tehát én talajmikrobiológus vagyok, én fizikusokkal dolgozok együtt. Nem minden kérdésedre tudtam, lehet, hogy megfelelően legprecízebben válaszolni. Egy felkészült dologgal találkoztam itt most, és tényleg köszönöm mind a kettőtöknek a idejét és a lehetőséget. Mi köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Február 17-én érkezik majd új Parallax, és Miklóssal és Magdival várok majd mindenkit. Elmegyünk mozizni, és megnézzük Roland Emmerich legújabb alkotását, a Moonfall-t. Ez az a film, amiben ugye kiderül, hogy a Hold valójában egy hatalmas űrhajó. Ezzel jövünk tehát legközelebb. Ezzel véget ért a Parallax is 60. része. Köszönöm dr. Mátyás Bencének, hogy vendégünk volt, és vendégünk voltál. Én pedig a magam és Vince Miklós nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Továbbra is kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.